A foglalkozás kezdete előtt a gyerekek már szaladgáltak, bujócskáztak, ismerkedtek. Kivel jöttetek? Vannak ismerősök? Vannak, és az apukámmal jöttem. Ti fiúk miért jöttetek erre a játszóházba? Azért, hogy játszunk, és hogy tudjunk barátkozni. A foglalkozáson fajátékokkal is játszhattak a gyerekek, melyek sokat segítenek a gyermekek fejlődésében. A fejlesztő kuckót mindig az aktuális programnak megfelelően támogatjuk olyan játékkal, amit a szervezők, vagyis az előadók kérnek tőlünk, mivel hogy a választékunk elég széles, így tudnak miből választani. A foglalkozás célja leginkább a minőségi időtöltés, valamint az, hogy a gyermekeket kimozdítsák a digitális világból. Lesznek tematikus napjaink is, érzékenyítő napok, amikor például jobban megpróbálunk figyelni a fülünkre, a tapintásunkra, a látásunkra. Lesz olyan napunk is, amikor kipróbáljuk, milyen lehet egy látássérültnek lenni, vagy hallássérültnek lenni, hogy jobban meg tudjuk ismerni a társainkat. Sziasztok! Jó lehet? 1, 2, 3! Sziasztok! Mögöttem már javában zajlik a foglalkozás, ahol szakemberek foglalkoznak a résztvevő gyerekekkel. A fejlesztő kuckó foglalkozás október 5-től minden második szombaton 10 órától lesz megtartva a VM4K-ban.